Szép jó reggelt kívánunk! Na, Évi már jön. Aztán... Hát, ha van kedvetek, gyertek velünk egy kicsit autózni. Elég hosszú útra megyünk, mint aránylag. Igaz, Évi? Hello. Na, hova megyünk? Megyünk a boltba, megtegyünk ja. Van egy magyar bolt a kint Szaraszótában, elég messze innen. Ja. Megnézzük, mi van. Na, oké. Indulunk. Szergelyt lemostam egy kicsit. Aztán, hadd szóljon. Úton vagyunk. Bizony úton vagyunk. Megyünk. Megyünk a beton rengeteg felé. Ami azelőtt, azt már sokszor elmondtuk. Évi kedvenc. Milyen szép hely volt itt az azelőtt. Évi kedvenc terület ez. A beton rengeteg. A kocsi az már magától eltalálna. Jön ez is fölfele, szépen látod itt. Nem tudom, mi lesz itt. Ez egy parkolóház lesz? Apartment. Vagy garázs. Parkolóház? Parkolóház, igen. Lehet a tetején meg lakó. Az parkolóház lehet. Teljesen azok a kis épületek, amik azelőtt nagynak tűntek, teljesen eltűntek. Ez itt eltűntek. Meg apartment, nem? Vagy nézd oda, teljesen be. Apartment, mert olyan ronda, hogy nem igaz. Látod, a parkolóházban nincs ablak. Tudod, azt csinálják. Nem tudom, mi lesz. Vagy valami bizniszek lesznek. Á, ilyen. Minden együtt. Azelőtt csak az az egy jött a háttérbe, az a kék, az üveg, mi úgy hívtuk, hogy üvegház, az volt. Az egy volt csak. Vele szembe volt egy nagyon régi a Ringling ház, a Ringling épület, itt ezen az oldalon. Most itt a Westin, meg a Hyatt, meg már mit tudom én. De azért szépen megcsinálták a körforgalmat itt, ami a kocsmány. De még úgy látom, nincs még mindig kész, mert még itt le a van. A part rész nincs kész, a part. A le van itt. Ide nem tudom középre mit tesznek, csak a fűnől most. Majd azt még bedizájnolják szerintem. Én hoztak pálmapákat, láttad? Uh-huh. Visszatehetnék ide azt a szobrot, nem? Elvonja a figyelmet. Mondjuk az meg sokan... Nézzek a pálmafákat, hozzák, majd rakják ja. Azt meg sokan fényképezkedtek a szobor mellett, úgyhogy... Ha visszahozzák, azt mondták. A hajókikötő. Na, a rendőr mit csinál ott? A szobor az itt van valahol, valahol csak... A rendőr mit csinál? Valóban. Ezt tudja. Ó, valami izé van. Rendezvény. A hajókikötő. Ott a szobor, látod? Ja. Ott van bent. Ideiglenesen. Itt a öböl jobbra. Ja. Gyakorlatilag ez a szárad a sorok. Úgy, mint Miami-ban van az izé, a Miami Beach. Végülis vannak a szerintített változata. Szép nyaralóhely. Yeah. És itt megint egy beton rengeteg. Itt is ez egy a szép garázs, terület ez volt. Ez garázs. Szép terület volt a Shelby Garden ez előtt. Garázs. Shelby Gardennek végül is ez egy része volt annak idején, azt hiszem. Ott van bent a Shelby. Az egy ilyen botanikus kert. Nem, az csak biztos elvettek belőle egy részt. Pontosan nem tudom, de valószínű, mert ez a része volt. És az egy ilyen botanikus kert, ahol a Shelby, ahol ilyen egzotikus, meg tipikusan floridai növények lehet. Egyik retro videó rajta van, amikor bevem a gyerekekkel. Mikor a Janika segberúgja a katit. Emlékszel? Nem. Miért? Hogy segberúgta? Nem. Mi? Nem emlékszem. De rajta van. Kati még
nem is tudom hány éves. Nem voltak előfogai. Azt lehetett olyan 7-8 éves talán? Kisebb volt. Hát 6 volt, mikor kijöttünk. Ja. Ez itt egy múzeum. Ez valami iskola volt. Az iskola, ja, iskola az ott van mellette. Na de ilyenek a... Ez volt a high school. Ilyeneket csinálni, ilyen egyetemeket, ja. Ilyen stílusban. Ez volt a Sarasota High School az előtt. Ez Oxford. Az bizony tégla épületekből van. Meg ilyen üzletsorok. Itt nincsen izé? Semmi? Üzletsorok vannak. Nincsen. Élelmiszer? Mert be kell menjünk egy élelmiszerből. Mondom, majd a Biridzsen menjél le. Ja, Biridzsen menjél le balra. Amikor kijöttünk Amerikába, és hát én 2 héttel... Ez a kórház. 2 héttel utána már elkezdtem dolgozni, a rendőr, memóriája, nem egy szekundát volt. És erre kellett jönni. Ugye 2 hét múlva már volt kocsink, megvettük a Fordot. És akkor én elkezdtem járni ide dolgozni a Mekkentásra. Végig a Biridzsen. De hát akkor igen volt ilyen forgalom. Volt. Nem a Pécsártan. Volt. Volt? Volt. Itt mindig nagyobb. Most nincs nagy forgalom. Hát mert most ez semmi, ez. Szombat reggel van. Ez mert... semmi, ez. Ez nulla. Nem. És erre kellett jöjjek. Biridzsen. Én a balra, le kellett kanyarodjak. 8 hónapon át. Na most a hazafele jövet, az volt a cigis. A reggel beérti. Időbe, mert hát ilyen volt, mint most. De viszont hazafele meg dugik. Ez a oldal. Ez a fő útvonalul van. Szuzannak arra van valahol a izéje háza. A Trio van. Vagy na, ez a Fori van, ugye? Ez a Fori van, ez Fori 41-es. Van. De a Trio van, az ott megszűnt? Amikor összekapcsolódik a két út? Há, ott a Sarasota. Na de ott van vége, ugye? Ja, ott kapcsolódik össze. Erre már nincsen Trio van. Nincs. Ott megy egybe a Sarasota, ahol a Sarasota fordult. Nézd meg, mit csinál. Siesta Key. Biridzs. Ez a Biridzs. Siesta Key Beach. És balra, szembe, itt volt egy nagy zongora üzlet. Mindig jövök erre, és akkor a marha nagy zongora ott ki. Hát se volt. Mivel, hogy egy Wargrint fölhúztak. Ez itt micsoda? Ez McDonald's. Ah, de az? Ott van tényleg. Azt hittem, hogy a fried chicken. Úgy tál is meg. Rajta vagyunk a Biridzsen és baleset. Baleset. Micsodák itt ezek a muskicák, ezek nem dőrök te? Yeah. Yikes. Semmi, ez csak egy ütközés. Ford. Ütközés volt csak. Jó van. Vagy itt lakott, vagy azt hiszem itt lakott, itt mert ott volt a lámpa. Ott. Fordul el balra? Gyerekek, itt olyan kilométereken át apartmentek. Úgyhogy albérlet probléma nincs. És majd mindegyik ugyanúgy néz ki. Igen. Itt ha be vagy rúgva, nem tudom, hogy hazajött, hanem megyed, hogy milyen hosszan. Valamelyikbe belemész, akkor ez nem az, akkor egy arrébb. Itt akkor... egy órán belül van albérletet, ha úgy van, hogy kell. Még ott van a vége. De hogy egy 5 kilométeren át tartott. Oké. Na, megjöttünk. Ha legalábbis itt van egy élelmiszer üzlet, ide bemegyünk. Take the next right onto Cattleman Road. Cattleman Road.
Bethlehem. Valahol itt lesz ebben az üzletségben. Ott van a kacsák. Ott van, ja. Kacsa. Kis kacsák. Meg ezek azt hiszem ilyen vízililiumok, de nem olyan szépek, mint a hévízen, amit láttam. Akkor dillog a herc benne? I don't think so. Akkor le lenne kerítve. Ja. Ezek... A gyerekek ilyen helyekre folyik be, amikor esik az eső, yeah. Akkor ide jön, gyűlik be a víz. Általában a csatornákból. Minden ilyen nagy bevásárló részeken kell legyen egy ilyen, mert gyakorlatilag ez egy ilyen tűzvédelmi, biztonsági rész is. A talaj meg az erővíz tároló. Ja, hát meg az is persze. Mert amikor esik az eső, és lemegy a út szélén, akkor nem a szennycsatornába megy, ja. Hanem annak külön van a csatornája. Valahova el kell menjen. A szennycsatorna, az a járda alatt van. Itt, hogy mutatja, nézd meg. Ja. Ott a szennycsatorna teteje, ott a járdán. In a quarter mile, turn left. Left? Na. Várjál. It's a quarter mile. Na, mit van? Na. Na, mi az ott? Ott a fogorvosom. Na, de miért van? Nem jobbra van a bolt? Most, az ott Home Depot. Ha? Az ott Home Depot. Hát mit jutottél be? Még nem mondja. Itt még nem jártunk nagyon sokat. Itt Home Depot van. Oda nem adom. Take the next left, then turn right. Itt ott van. Ó! Oh. Na, itt még soha nem volt. Nem. Ajaj. Itt még soha. Ez jól el van dugva, mert nem lehet látni. Ja. Az ember azt hinné, hogy... Nem kell sok minden szerencsére. Na gyere, bá! Nem tudok kimenni, nézd meg! Nem raktak ki az irányjelzőt, egy. Na most be tudsz menni. Ez meg túl gyors vagyok. Fogadszkodnom kell. Turn right, then you will arrive at your destination. Yep. Turn right. It's a Corvette, right? Corvette. Yeah, that's fine. Ez a új Corvette. Ó, de szép! Jó, de szép! Hogy volt a izé? Az a mondás, hogy... Turn left, then turn left. A pénz nem boldogít. Take the next left, then your destination will be on the right. Kapcsold le. Szóval a pénz nem boldogít, de jobb sírni egy Corvette-ba, mint a biciklin. Az biztos. Mondjuk ott nem Corvette volt, hanem jobb, Porsche. Jobb panaszkodni. Porsche volt. A Porsche-ba. Mint a biciklin. Na, a Corvette is jó. Az is jó. Mondjuk nem kéne nekem. A szemétláda beállt a helyemre. Oké. Okay. A gyerekek bejöttünk. Hogy van a bébek? Hát, ja, hozzunk majd. Ja. Nézzük meg, van-e ki a káposzta itt? Ne kelljen már visszamenni. Van-e ki a káposzta? Most vadászunk. Mindig. Hogy van-e? Én nem látom. Micsodát? Ki a káposzta? Nincsen. Már végig pásztáztad? Ja. Jó. Más ide nem jött. Zöldségeket vettük. Békeriből se nagyon kell sok minden. Tudom, itt milyen a fenyér, mert itt nincs közelbe. Nincs közelbe, ezért szemszkába hozzuk. Nézd meg, vizsgáld meg. Ez itt jó fajta, ezt tudom. Ez a Beetle-nek becsomagol, egy párat beteszek. Jaj. Sömléből is. Négyet. Ebből is egy. Egy négy darab. Ennyi elég. Ennyi elég. Ezt úgy csinálják, hogy ide hozzák valahonnan. Összevagyunk az egész.
Jó. Rosszantot nem akarsz? Ért a dinnye. Ezt is betehetünk egyet. Van ott az a szép zöld, ott van oldalt. Nem olyan kápat. Ott az. Nem lesz jó. Ha? Nem ilyen jó. Hát ez vagy jó, vagy nem. Jó, mehetünk. Nézzük a Halloween-re. Jókor egy boltán, ez is végül is. Nem? Minden? A pancake-kel. Vagy azt ott? Nem tudom, hogy hol van. Bread pasta. Minden más, hogy van? Na ja. Nincs két egyforma volt. Nem csúták. Mennyit tettek vele? 80? Hát ez nem 80, már nem ez. Most már? Felvágottak. Mi a hely, ahol fázok? Ilyen helyeket. Jó, akkor egy üzlet. Felvágott kell valami? Fele tudja? Nem. Na, megvettünk üdítőket. Dinnyét, tejet. Nagyon más semmi, ugye? Én arra kell menni, mert a WC-papír, meg alufólia, meg talán a kutyakaja mosogató arra van. Mi kell? Erre menjünk be. Alufólia, mosogató, valószínű itt lesz erre. Ki ismerni magad? Itt van a kutya szekció. Hol van a kutya kaja? Á, itt van. Gyere! Ez kell nekünk. Vagy a másik. Nem tudom, melyiket szokta venni. Small dog. Ez az? Hú? Vissza kell menjek, mert kiabáltam, aztán nem figyeltem. Ebből csak egy volt. Egy volt? Ah, van az a bácsi, ott van még ott. Ott a pirosba. Ezt a fajtán nem nagyon. Egyszer-kétszer megeszik. Ja. Hát lassan végzünk. Tévé, gyerekek. Tonna számra, minden. Ruha.
szokásos Walmart. Tudjátok, ez a legnagyobb. Szóval a világon ez a legnagyobb cég, Évi. Ugye? Úgy értve, hogy a legtöbb alkalmazottja a világon. Több mint 1 millió. Nagyon sok hely. Alkalmazottja van. Ha jól tudom. Nagyon finom terjedet. Ha? Még oda is bemegyek. Hát a Ferit nem jártuk be. Nem is fogjuk. Nem lehet. Na, visszaérkeztünk. Élelmiszerrész. Megvárjuk Évit. A gyerekek itt úgy van, hogy ott van a gyógyszertár, látjátok? Ott. Akkor az orvos kiírja neked a receptet, akkor fogod, és akkor ide bejössz. Itt megkapod a gyógyszert. Menjen meg a közösségbe. Kifölt akarok. Ha? Jamie azt mondta, hogy Nana, can you look for tennis shoes for me? Only need Mario. Ha. Mario tennis shoes. Ja. Ilyen jó, hogy nem vettük meg a csizmát kint a Primarketet. Ja. Azt mondta a Sándor, hogy most már nem akar csizmát, most már tenissú. Oh. Valahol ott van a cipő. Megnézzük meg. Várjál, itt látok a cipő. Csak úgy tudod meg, ha megnézed. Valószínűleg valahol itt lehetnek. Ott van a cipő. Ja. Ezek a nőiek, ott van férfi. Biztos, hogy itt van. Gyerekcipők? Gyerekcipő van, de ami neki kell, a Mario. Nem ennyiben. Ez melyik? Ez férfi. Ez női. Tudom, milyen lesz a kép. Nem jó lesz. Super Mario cipő? Ja, de hát tenisshúba kell neki, ez persze. De ez nagy rá, nem? Tenisshúba kell, teniscipőben. Hát. Olyan, mint ez, csak Super Mario van rajta. Látod, most van csizma, amikor nem kell. Ilyesmi, van. Mint ez, csak észében. És ha veszenek egy ilyet, akkor mi van? Neki nem neki kell, neki. Hát kell. Akkor most én mit csináljak? Ezek papucsok. Akkor kell rendelni Amazonon. Ilyen, mint ez, látod? De ez egy baby. Ja, látom. Ezek, neki kettes szájba kell. Sincsen. Várjál. Jó, hát nincs. Teknős békák van, nincs rá. Az mi? Ninja? Ja. Teknős ninja cipők. Ja. Oké, mehetünk. Jó, fizetünk. Pizzér úr, fizetek. Volt egy kávém. Volt egy feketém. Volt egy... Pénztár. Ha? Pénztár. Itt van. Ajaj, itt vannak még ezek a pénztár. Most akkor csináljuk. A 6-7, ahogy nyitva van.
összefordulik. Elszédülök. Elszédülök. Nénik, bácsik. Ezeket visszahozták. Ezt a stílust. Ó, már kezdtek komplénolni. Hogy? Nem jó? Erre mi van? Kinn a Langbolt, Langbolt Publix-ba is már tettek be. Ilyen szkenelókat. Ez a régi. Szkenelókat. Tudod, ahogy te self-check-out. Ez idáig nem volt, most egy időben. Megszüntették, most visszahozták. Na jó. Szeretett dumálni a csaj, mi? Ja. Kérdezte tőle, hogy hogy hívnak? Ja. Na jó pofa volt. Méri vagyok. Jó pofa volt, nem? God bless you both. Na. Nem úsztuk meg $100-ra. Nem. Nem ám. Gondoltam, ma Babikám tessék venni. Rabi, várja, van check-out is van. Hello. Thank you, bye-bye. Bye. Have a good day, man. You too. Ma. Még ellenőriztek. Yeah. De mit ellenőrzöd rajta? Nem is látja. Nem áll. Nincs betűkkel. Nagy ilyen. Nem érdekli. Ó, a gyerekek, hát ennyi. Egy apróság. Vinnyét. Gyakorlatilag meg egy jó jeges kávé, amit mindjárt meg is nyitok. Hol a kávét, ja? Itt fent. Úgyhogy klotyópapír, ezért Évi vissza kell, hogy gyaragoljon. Jaj, Walmart. Bye bye. Na, Kata itt lakott ezelőtt ebben a házban. Ebben a kondókomplexben. Itt van valamelyikben. Majd a lámpánál jobb. $2000 volt havonta a fizika lakbére. Egyet visszaveszünk, úgy jó lesz.
11-kor nyitva volt egyébként, a kocsiba óra szerint van 48, úgyhogy nagyjából jól időzítettünk. Kávét igen. Jeges kávét. Addig van egy értelme, amíg jó idik. Többit megihatod? Leszipantyúzom mindjárt csak. És valószínű, hogy várni kell egy kicsit. Na, örülzök, hogy eljöttetek velük. Merre megyünk? Jobbra? Na, menjél be a jobb, balra. Balra? Menjél be, egyenesen megyünk tovább. Csak beszélkul azon. Azért kérdezte, mert láttam, hogy jobb oldalos sávban vagyok. Ez is a virág. Nörszöri. Ja, virág. Kis fák, stb. Azt hiszed, hogy lemész a térképre, aztán mögötted meg ott voltál. Hát még a szűz területek. Mögötted meg ott voltál. Lófasz, ez csak egy csík. Mögötted lakóterek van. Andó. Ott van. Na de ez milyen sötét éjszaka, mert nincsen fény. Megy erre rám itt mögöttem. Nem jutsz előre. Sok minden látnivaló nincs. Kerítés, kerítés. Lágyanak, hogy azért van, ahol van kerítés. Azt mondja, hogy Amerikában nincs kerítés, de hogy nincs. De nem mindenhol. Egy kertvárosi rész. Ja. Itt is lekerítette, nem tudom minek. De a vihar meg elcsapkodta neki, láttad? Ja. Fele feküdt a földön. Szépek ezek a bejáratok. A magyar boltba. Remélem megengedik, hogy film leszek. Biztos. Nem biztos. Nem biztos. Nem biztos, hogy megengedik. Azért milyen szép rend van erre fele, ugye? Úgy nagyjából. Piknikeznek az emberek. Nem probocska. Egy autó volt, ha nincs mi sem álma, vagy mi van. Ez itt mi? Itt rágyat. Marcs. Szerintem ez is valami szép. Ilyen marcs terem. Hol szél a Rétyad nursery. Hátul nursery volt. Csomó marcs volt. Valami új, mert ezt én láttam. Ott van, azt mondják, hogy mulcs. Mulcs. Halcs. Húval mondják ott, mulcs. Sophie is úgy mondta, hogy az nem. Na most azt szokták mondani, hogy ha ilyen kertvárosi részt így láttál valahol, most éppen szalasztottak, vagy Bradenton, akkor láttad egész Amerikában, hogy néz ki. Mert nagyjából ilyen. Hát kivéve ahol, mondjuk vannak ilyen hegységek, meg stb. Hát azért az más. Igaz? Mi? De mondjuk elvész Miami-ba, hamarosan megyünk, jövő hónapba. Suncoast College, Technical College. Ott is így elmész, így külön így a kertvárosi részekbe, ugyanez lehet. Ugyan, ha eljött egy helyen, láttad ezt, akkor láttad egész Amerikában, hogy körülbelül mi az eljárás. Mert van hely.
látjátok, a tágság van, levegő, vannak mindennek van helye, méret. Mi a fene, parkolók, méretei, szóval üres területek. És hát óriási távolságok. Óriási távolságok. Mire egyik módba elmész a másik, barát. Látjátok, mit csinálunk mi is. Megálljunk szembe. Álljunk. Itt a magyar zászló. Illetve átadom, hogy open, már világít. Na, elhagytuk a boltot. 100 éve nem ettem. Mert nem filmeztünk. Majd nem filmeztünk, ott valamit vettünk. Már egy picit. 100 éve nem ettem kiadást. Vagy igazodjak itt be, mert nagyon rám jött a kocsi. Na, mit tudod? Fájjam, hogy beszélni sem tudom. Belül kettőt vettem belőle. Na, mondjad, előre. Most előre figyelek, és csak a kamerát rád irányítottam. Élveznem kell a... Na. Nagyon jó. Amikor Magyarországon voltam, akkor is kerestem, és nem volt. Ide, hogy tovább keressek, pedig az már 2007-ben volt, és most meg véletlenül itt megláttam. Oh my god! Oh, egyet csomagoljál, nekem is vagy. Majd húzzál be a lámpa után a jobb oldali sávba. Mert a Clark Roadon el kell menjünk. De még mindig lemondtad el, hogy mi ez, amit... Dianás cukor. De előbb még lemondtad el? Csokival be van gomba, dianás cukor. Itt mutattam a dobozát. Ja, hogy mutattam. Ez amit, amikor a mikrofon azt mondja, az őre bólítottam. Menjél be a kanyarodosába. Na egyet adjál nekem akkor ebből a híres dianás. Bol. Lejjebb. Vigyázz, mert folyik belőle. Ebből nem. Ebből kivott száradva. No! Ebből. Nem raktál. Mondom. Érzem a Diana East, de be volt szigorva. Kettőt ettem, abban mindegyikben volt. Ebben nem. Próbáld meg ezt. Vigyázz, hogy minél kevesebb cukrot. Ott, ahol villog a lámpa, azután mennyi van a jobb oldali sápa megint, és majd a 41-esen elkanyarodtunk. Ez se? Nagyon. Ebbe volt, igen. Diana. Nem. Ez még nem a 41-es? Többen ismered a környéket, mint én erre. Én olyan ritkán jövök, hogy... Eszem meg erre van a Geyers. Arra nem akarsz bevenni? Nem, mert megvettem, amit onnan gondoltam, hogy majd vennék. Ha nem messze van innen, egy fél máj. Onnan már... Én meg nem tudom, hogy mit vennék.
cukorkát? Fogd meg. Akartál burkát venni? Szépen ezen az úton, ha megyünk, akkor hazatalálunk. Ez egyik leghosszabb út Floridában. Ugyanis ez fölmegy egész, nem is tudom meddig. Nagyon messzire föl. San Agustinnál is följebb megy. Tamayami Trail. Azt már elmondtuk, hogy miért hívják Tamayami Trailnek, ugye? Nem tudom. Tamayami Trail. Nézd is, hogy kijött. Milyen szépen kijött. Benne van a nevében, hogy Tamayami Trail. A trail az a vonal utat jelenti. A Tamayami az a Tampa, meg a Miami. Ja. Szóval ez Tampa és Miami között ez az út, a 41-es, ez visz. De hát innen meg megy föl. Georgia irányába. Átmegy a városba. Erre nem akarsz bemenni? Hova? A rendigre? Gyűlnek a kocsik. Na, nem bántod meg, hogy eljöttünk? Eddig nem. Eddig még nem. Meg kell vizsgálni otthon a süteményeket, hogy nem-e romlottak. Meg nem, hogy megvan. Azért most, hogy igyekezik el haza. Mert... Na, de ennyi idő alatt... Ne olvadjanak meg. Nem fog meg. Hűtve vannak, ugye? Felvágottak, vagy a szét, amit vettél, azt meg betettem a jégre. Na itt van a Toyotánk, ami majd lesz. Még színbe is. Nézed? Aha, mit szólsz hozzá? Jó lesz? Gyerekek, itt van, ami... Hát majd, nem tudom mikor, de előbb-utóbb ez az a típus. És színbe is. Viszont, ja. Ez a Toyota lenne az. Ha, mondjuk hibrid nekem nem kell. Jó, várjál, meg, azt mondja, hogy menjél be, vissza, kicsit. Miért, nem tudsz ki megvárni? Jaj, de dövj! Ugye, munkaidőben van, de nem úgy van, mint mi. Na jó, de hát milyen izém ideggel ment. Menjél már, azt mondja, menjél hátra. Ugye, jó, rugalmas. Ez olyan, mint amikor én személykocsi sofőr voltam, a Esztergomba. Hippopup, mint a taxisok, úgy mentem. Hát aki meg nem tudta az... Én is megyek, mert a sértekből más nem... Úgy nem itt úgy nem vezetünk. Más nem idegesítünk. Ahogy én vezettem ott azt, mikor tudod, vittem valakit, és csak bevágódni ki, be, ó. Szóval ott persze nem volt. Nem állítottak meg, mert ugyanaz a rendszámon volt, mint a rendőröknek. Hát ilyen, éreztem a kocsit. Soha nem volt balesetem. Soha. Megturmixoltad a reggeliüket, nem? Az volt olyan is. Igen. Azt mesélj, de... Mit?
két doktort, a két, hát a két doktort, aki szerette egymást. Isten nyugosztalja szegényt, de rendes ember volt. Attól kaptuk a kakast, emlékszel? Nagy kakast. Hatalmas nagy volt, 8 kilós kakast. Mekkora nagy dög volt. A feje föl volt majd a derekamnak. Nem túlzok. Neki vett mindenkinek, az élet veszélyes volt. Majdnem olyan lába töve volt, az én lábszám, hogy nekem a gyukló. Olyan lábszára volt. Ott a kutya. Kuty! Figyelje nekem! Ez Belgien? No, német juhász. Nem, ez nem. Ja, német juhász. Hey, buddy! Egyen meg a száját. De szép vagy. Német juhász. Igen. Persze. Nem Berga? Nem. Van egy German Shepherd. Van ilyen, aki van, az a Belgien. Nem, azoknak feketén a pofájuk. Szép volt ez is. Ez mi ez a van? Valami műanyag. Átjött a nyújtot. Ha? Valami műanyag. Pattant egyet. Szódás. Na, lehet szóval... a táleset. Lecsúszott a tál, az úgy volt, hogy úgy hívták azt a fiatalabbikat, hogy Béla. És azt mondja a körzeti doktor úr, nem mondok nevet, nem mondhatom, mert kegyenetsértés volna. Mondjon békében, jó ember volt. Hát ő a Bélával nagyon jó kijött. Részletezzük tovább, és akkor azt mondja, leinekciózásról az, azt mondja, Béla megcsinálja. Ő akkor volt a Béla ilyen hallgató, vagy nem tudja, már hagyja éves orvosra hallgató, egyetemista. Aztán már jó, neki jogosultsága, tudod, beadni lekciót. Rossz kedvem volt, nem szerettem különösebben így ebben a közegben dolgozni, és így mentem ilyen 40-re a Kestölc. Ott vannak a jó egyenesek, meg kanyarok is. Polszkival, fehér Polszkival. Na meg vegyával. Na ez egy Polszki fiatal, de a nagy. És akkor... mi a vele? Fölérünk, azt mondja. János, hát nem lehet egy kicsit gyorsabban menni. Azt mondja, hát így soha nem végzünk. Azt mondja, meg már be inkább a orvosi rendelőbe szerette ücsörögni. Van egy kis dolga is, ez az avasz, így tényleg se végzünk. Hát jó van, mondom, doktor úr, mondom, majd oda figyelek jobban. Hát még nem volt doktor, de hát doktornak szólítottam. Nem, még volt egy vagy kettő, ez után a beszólása után, aztán megyünk vissza a dologra? Azt mondja, igen, kész vagyunk. Mondom, akkor doktor úr, kössse be magát, legyen szíves. Azt mondja, miért? Mondom, csak kössse be magát nyugodtan. Bum, tudod, mint a Niki Lauda. Bum, bum, bum. Egyes, kettes, hármas, négyes. Majdnem kitépte az ajtót a kanyarba. Majdnem kiszakította az ajtót, úgy neki feszült. Hogy a feje hátra vágódott, meg előre, meg össze-vissza, meg neki a vállamnak. Hát olyan a 140-eket hasítottunk, legalább. Az a Polszki, az ment
ha jól emlékszem, abból ki lehetett hozni 150-160 kilométert, de remélem nem túlzok, hát ha nem igaz, akkor nem igaz. De 140 az biztos, mert azt még a izéből is kihoztuk. Még a... Várj, az illből? De a 110-et azt hiszem ki lehetett hozni az a teherautóban. Az barra nagy sebesség. De nem vagyok abban biztos, hogy neve a 140-et is. Az illel. Na mindegy, azt sikorogtak a gumik. Ott a kanyarban, és majdnem megijedtem. Hátsodrottam, mert nem jött semmi, az egy bánya út volt, nem jött semmi se onnan. Aztán be oda izére, Leányvári út, végigbe, Dorogra, előzések, szemből jött, te még előtte bevágottam vissza a sorokban. Átugortam a kocsikat. Mária utca, éles kanyar, be, lépcső előtt megállás, úgyhogy majdnem kirepült az ablakon. Azt akkor, azt mondja, kikapcsolta magát, kiszállt, kettőt lépett, azt mondja, torokból hosszút köpött, elintézte, akkor át rókázott. Jó, hogy nem a kocsiban. Még jó, hogy. Ott nem volt rá ideje. És akkor jött rá halálfélelem, meg minden. Utána jött ki rajta. Remegett vidám, kocsonya. Róka rudizott, de nem ő volt az egyetlen, aki róka rudizott velem a kocsiba. Ott a másik doktor, az erdélyi doktornő volt. Az is meg kiderült, hogy terhes volt. Júj. Ott volt egy ilyen hupp, tudod, hogy jössz le izé felől, Csarnok felől. Jöttél, így fölmentél, így föl. És mint egy ilyen cukoros üveg, hirtelen le, tudod, mint a hullámvasút. Na most képzeld el, hogy ebbe belementél egy a 80-90-nel. Érted? Föl, akkor átment azon a holdponton a kocsi, ott rád jött egy ilyen súlytalanság állapot hirtelen. Érted, hogy mondom? Ja. Mert hogy felértél, hogy az a alsó, hát, előre nyomó, előre való nyomás megszűnt, a nyomaték hátulról. És akkor fölértél a tetejére, és akkor onnan meg hirtelen kiment alulod a kocsi. Oh, ez mi a vadállat. És akkor hirtelen átmentél zuhanóba. És amikor leértél, akkor meg volt egy ilyen, hogy tudod, hogy leértél, és így egy ilyen kis teknő. És akkor újra emelkedett, de már nem olyan nagyon. Na, ez elég volt a doktornőnek arra, hogy ott rögtön összeállta magát. De az benne a kocsiban. És akkor már szóltak. Meg amikor 120-szal mentem, és hátrafordultam beszélgetni, a hátul ülő, és nem ki volt az, a főnővér meg itt ült mellettem jobbra. És akkor így megfordultam hátrafelé. Akkor már beszóltak a irodába, hogy fölhivatott a Szegőfi. Nem tudom, éle még. Ha igen, akkor Isten éltesse. Járosom azt mondja, mi elismerjük a maga vezetési tudását, tudjuk jól, hogy jól kezeli a kocsit, de vegye tudomásul a jövőben, hogy ezek nem versenyautók, és az országút nem versenypálya, és különösen nem akkor, amikor a főorvos úr ment. Magyarán mondva le lettem baszva. Ez elmúlt. Ja, most is fogadkodnom kell. Ja, mert te nem úgy érzed, ahogy én. Persze. De nem azt érzed. Neked meg... a kormánya fogadkodó. Igen, mondta, és én nekem meg... tessúlyom, ugyanakkor meg
Én tudom, hogy mire készüljek. Én már rákészül a... Tudod, közelebb lenne a szélvédő lefejé. Na most képzeld azt el, hogy gyomorszájon vágnak. Na, kétféleképpen lehet. Lehet úgy, hogy úgy vágnak gyomorszájon, hogy nem számítasz rá. Igen. És lehet úgy is, hogy fölhúzod a trikódat, és akkor azt mondod, hogy na most is! Hát akkor is fáj. De nem annyira? Mert a szervezeted... Nem akarom kipróbálni. A szervezeted az ott összerántja azokat a izmokat, ami megtér. Főleg, ha van. Most ha hátul ülsz, hát a hátsó ülésen, akkor még szarabb. Tudom. És ezt szeretek utas lenni. Ezek mit csinálni? Nem is tudom, hogyha majd ha megyünk Miami-ba, hogy fogom elviselni. Oh my god. Hogy ilyen részén leszek utas. Oh my god. És hogy Janika vezet. Oh. Előre félek. Mi az Isten van ezekkel? Hát, fájér. Srácon nem tudsz kivenni, hogy nagyon akarám kitudnék. Rávennék 3 centire és kivágodnék jobbra, nem csinálom. Nem sürgős. Nem sürgős. Nem látom, mi van. Gyerekek, köszönjük a figyelmet, és közeledik a reptér. Remélem, hogy tetszett, jól éreztétek magatokat, kaptatok ilyen láztukrot, 2 darabot. Mindenki fejenként. A Gyulaiból nem adok. Milyen régen akartam. A dobos tortából adsz valakinek? Magamnak, igen. Szofinak? Ha? Szofinak sem? Hát nehogy nem. Szofinak is adsz egy kicsit, igaz? Aztán a krémesből egyeték az az egyik, egyén. Szofi nincs olyan krémesé. Ha. Az, amelyik csinálunk, annak ellenére, hogy ittam ezt a kávénak mondott ilyen mokakávés tejet. Csinálunk egy jó kávét. Ebédvég. El kell ültessem a fárkába. Ja. Ebéd még nem kell, délután a esőt mond. Levesünk. Van gulyásunk tegnapról. Majd még annyit megígérek, mielőtt itt zárok, hogy otthon még beindítom a kamerát. Ráfókuszálunk, megmutatom, hogy mi az, amit vettünk, jó? Addig is igazok ti is egy kávét. Jó? Sziasztok! Szombat délután vagyunk. 00:30. Megjöttünk. Igaz ki, Koko. Maxi? Koko is kap ajándékot, mert ilyen szépen viselkedett. Na jó, kicsi. Ebből a pörzből. Igen. Imádja. Meg a szalonna végből is kapott. Nos, hát megnéztük ezeket a dolgokat, kérem. Rendkívül jó ízű, száraz. Jó, ki van a száradva, füstölve. Füstölt császár. Piros arany. Ez csak egyszerű füstölt kolbász. Ez ilyen rakott krumplinak felel majd meg. A rakott krumpliba. És? Mondjad, hogy most eszek. Szalonna, pörc. Minek mondjuk? Pörc, nem? Szalonna. Bizony. Ezt még én is el tudom. Törd le, törjél le nekem, egy kézzel nem tudom. Abból a... Finom. Olyan, mint a... Ilyen habos lenne. Megy széjjel a szájba. Megyen széjjel a szájba. Megyen? Nyelven be el tudom nyomni. Szép pornik. Jó, elég neki ám, mert... Többet nem kapsz. Zsíros is füstölt, és neki. Krémes? Ez a lényeg. Ezért mentünk. Ez csak mellékes. Ezért mentünk. Dobos? Dobos torta. Elhoztam mindet. Ennyi volt.
Erőleges. Balaton szeret. Sport szeret. Manilás cukor. Tarhonya. Csigatészta. Leves tészta. Finom metélt, vagyis hát tészta. Dianás cukor. Dianás, az a legjobb. Levegős spré nekem. Ja. Szemüvegős a komputerhez. A levegőért kell fizetnünk. Jó, de nem a levegőért fizet. De levegő. Az levegő. A folyamatért. Amerikai palacsinta. Ez ilyen hasbrószerűség, kutyakaják, zsömle. Az a krasszaból megtörtve, mogyorókrém és szőlő, lekvár, pumpkin, pie, brownies, ja. Fekete kávé, higgye. De vettünk is egy kávét, az itt van. Ja, azt meg is ittuk. Jó hideg volt. Mountain Dew, alumínium fólia, Pepsi, Coca, Diet Coke, mosogató, hipó, klotyópapír, kérem, kész is vagyunk. Ennyi volt a mai eklézsia. Ja, hát gyerekek, sikerült. Én azt hiszem a mai videózás itt véget is ért. Még a ültetés le... levegyem, ahogy hát, ültet. Ha akarod, le lehet. Mikor venni. Csinálod? Majd? Elpakolok, átöltözök, és akkor megcsinálom. Kávét. Hát akkor... Mert délután lehet esni fog az eső, akkor meg... Ha nem fogom filmezni esetleg, akkor most kívánok mindenkinek minden jó, szép hétvégét, aztán majd a többit meg majd meglátjuk, hogy a avokádófa, vagy melyik az? Mango. Mangófát, hogy hogyan ülteti el a Évi, azt nem tudom, hogy majd ezen el lesz rajta, vagy egy másikon, majd meglátjuk. Oké, azt mondta a vakember is. Jó egészséget, sziasztok, örülök, hogy velünk voltatok, remélem élveztétek a utazást. Maradom tisztelettel, Jani bácsék Floridából. Bye-bye.